Úgy gondolom, hogy egy tisztességgel végjátszott szezon után vagyunk. Mindenki a nehézségek ellenére igyekezett önmagához képest fejlődni, és ebben örülök, hogy egyénenként és csapatként is valamilyen szinten fejlődtünk. Ez mindenféleképpen számra pozitív volt. Emellett az eredményesség terén is, különösen a tavaszi szezonban azt gondolom, hogy a hazai dunajvárosi meccs óta az a teljesítmény az egy egyenletes, egy nagyon, nagyon kiegyensúlyozott jó teljesítmény volt. Ugye több szakaszra bomlik a bajnokság, ugye a 5 forduló után megállt az előző évben, ott pont följövőben voltunk, utána hosszú szünet, a ligakupa után úgy gondolom, hogy jól sikerült a felkészülésünk, újra beütött a Covid, és ugye kezdtük a szezont úgy, hogy itt köszönöm meg Molnár Ferenc edző kollégámnak a segítségét, belekezdte a csapat a úgymond ezt az évet februárban, és nagyon szépen teljesítettek. Úgyhogy utána viszont egy nagyon-nagyon sűrű bajnoki menetrend következett, amiben azért fokozatosan értük utol magunkat. Összességében azt tudom elmondani, hogy annak külön örülök, hogy ahogy bekalibráltuk, hogy a mezőny első felébe végezzünk a sikeredet, az is sikeresnek mondható, hogy a kulcsemberek köré épített teljesítmény az mindenféleképpen kialakult. Tehát a védelemben a kapus Pusztai Petra köré, a védekezés és a támadás vonatkozásban a beállóba Szara Vukcevic és a Schneider Éva, aki a jobb átlő pozícióban, azt gondolom, hogy olyan teljesítmény nyújtottak, annyi időt voltak a pályán, hogy markánsan befolyásolták a csapatnak a teljesítményét is. Ki kell emelnem a többieket, akikbe viszont a pozíciókban nagyon komoly fejlődés mutatkozott. Különösen örülök annak, mindig a szívem csücske a védekezés, hogy abban azért sikerült feszesebb, kompaktabb védelmet csinálnunk, és ebből helyenként már olyan lerohanásokat vezettünk, amelyek azt gondolom előre mutatnak a következő időszakra. Támadó játékunkban azért az átlövő-beálló kapcsolat és ez a két ember, akit mondtam, azért meghatározó volt a góljainak, több mint a felét lőtték. Azért ez azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy komoly teljesítmény, és a többieknél pedig az, hogy azokat a rájuk bízott részfeladatokat, azokat hozzátették. És az volt a jó, hogy mindig hozzánőtt valaki. Képes volt lendíteni bizonyos meccseken a csapat szekerén, és azt gondolom, hogy egy ilyen csapattá érés, az a csapat identitás, amit azért úgy gondolom, hogy itt a csarnokba bejöve nyomon követhető a logónktól keresztül azok a jelmondatok, amik ott vannak, illetve az az értékelés, amit követtem a meccsről-meccsre való haladásban, az úgy gondolom, hogy motiválólag hatott, és a csapat számára egy olyan kohézió alakult ki, hogy így csapatként erősebbek vagyunk, mint egyénenként külön-külön, és én ennek nagyon-nagyon örülök. Azt hiányoltam nyilvánvaló, hogy ugye ez azért látványsport, tehát kellenének a nézők, és én remélem, hogy a jó teljesítmény az mindig vonza a közönséget is, hogy lesz fogadó, mint hogy a fiúknak sikerült egy nagyon komoly szurkolóseget maguk mellé, a lányoknál is fokozatosan. Nyilván ez csak úgy lehet, hogyha olyan teljesítmény nyújt a csapat. Tehát összességében én azt gondolom, hogy elégedett vagyok a szezonnal, és mindig azt követtük ebben az évben, hogy nem az a kérdés, hogy mi jó a egyéneknek, mi jó nekem, hanem az, hogy mi jó a csapatnak, és ez úgy gondolom, hogy a végén kialakult. És a fontos még az is, hogy tulajdonképpen nem volt lehetetlen. Tehát nem kezeltünk olyan helyzeteket, és minden helyzetben úgy álltunk bele, hogy kihozzuk belőle a legtöbbet, és ez a szellemiség, hogy soha ne add fel, ez azért működött, és ezen keresztül a csapat játékosai egy olyan szellemiséget, olyan szemléletet honosítottak meg egymás közt, egymást segítve, ami hozta ezt a fajta eredményt. Úgyhogy én büszke vagyok a csapatra, meg erre a fél évre, amit itt a utolsó időszakot, amit csináltunk, és jó érzékkel tettük a dolgunkat, és én jó érzéssel fogok erre emlékezni.